Az idén 75. születésnapját ünneplő Albarégia táncegyüttes esztendőről esztendőre bizonyítja, hogy olyan jövőképe van, ami a felkészítő táncpedagógusoknak köszönhetően biztosítja az utánpótlást is. Ezt tapasztalhattuk meg a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Ház szabadtéri színpadán megrendezett gálán is, ahol az együttes alapfokú művészeti iskolájának fiataljai a töpörtjüktől a közvetlen utánpótlásig teltház előtt mutatták meg elkötelezettségüket a néptánc, a népi kultúra iránt. A mi szerepünk, az egyesületnek a szerepe az nagyon egyszerű, hiszen csak figyelni kell az iskolára, támogatnunk kell, és a benne lévő, benne dolgozó pedagógusokat mindenben támogatni, minden szakmai elképzelésükben, és minden pénzt és forrást megszerezni ahhoz, hogyha ők el szeretnék vinni a gyerekeket versenyre, ahol a tehetségeiket kibontakoztathatják, és ahol megmutathatják, ehhez mi hozzájáruljunk. Majoros Róbert, az együttes művészeti vezetője megerősítette, hogy a fiatalok a tehetségük mellett a szorgalmukkal is kitűnnek, és a néptáncpedagógusoknak köszönhetően méltó módon képviselik a Kárpát-medence néptánc kultúráját. Rengeteget kell próbálnunk, úgyhogy amit most itt láthat a kedves közönség, két előadást fogunk teltház előtt véghez vinni. Ez nagyon sokat gyakoroltak, próbáltak, és nagyon sok energiát beletettek. Nyilván mi is a néptáncpedagógusok, de azt gondolom, hogy itt a gyerekekre vonatkozóan ezt most tiszta szívből mondhatom, hogy nagyon kitettek magukért ebbe az évbe. Sipos Dániel néptáncpedagógusként napról napra megtapasztalja és tudja, hogy a hétköznapok nívós, elkötelezett szakmai munkája az alapja annak, hogy egy-egy ilyen alkalom a tánc igazi ünnepe lehessen. Természetesen azért nekünk is sokszor át kell gondolni azt, hogy amikor valamit tanítunk vagy mondunk, hogy ott nem csak a mi gondolatunk jelenjen meg, hanem a régmúltból is, amit tanulhattunk mi is, és amit mi is tanultunk, az átörökíthető legyen a gyerekek számára is. Szerintem ez az egyik legfontosabb különben. A gála műsoron a töpörtyű, a csöröge, a dödölle, a guba, a derce és a junior csoport táncosai léptek fel. Felkészítőik Fekete Krisztina, Gál Hollósi Johanna, Majoros Andor, Majoros Róbert, Majorosné Szabó Veronika, Palánki Réka és Sipos Dániel segítségével, a Galiba zenekar kíséretében színvonalas előadással bizonyították rá a térmetségüket.